Üdvözlök, ismét mindenkit, ismét be lesz mutatva egy Linux distro, nem más, mint a Budhi Linux, ami abban nézve egy Ubuntu 18 LTS verzió, egy LCS A55-ös laplapon van elindítva. Be fog töltődni, ha minden jól megy, ha nem, akkor nem lesz kipróbálva. Máshol voltak ilyen tesztek? Egy időben nem. Azért, mert vagyan nem voltak. Látszik, hogy már töltődik. Lehet egy kicsikét közelebb rakni a kamerát. Hát jó lesz, így is lehet látni a képen. Az a jelezetessége neki, hogy Moszkva asztali környezete van neki, ami elméletileg jóval kevesebb ROM-ot fogyaszt el, vagyis tárol el az adatoknak. Tudom, milyen gyorsan mutta be egy AMD A4-5300K-s szállítógépen. Hát, legszesebben meg sem vettem volna, rossz logikám volt. Két lassú fog lenni, jóval, mert egy USB 2.0-as porton van. Hallatszódik, hogy a ventilátornak a hangjából mikor töltődik, meg mikor nem. Maxha az a neve a desktopnak. Eléggé jól lehet látni az ikonokat. Tehát a clockot lehet-e más színűre rakni. Hát nem. Bejött el egy alapból egy böngésző, nem más, mint a Firefox. Lehet akkor több is lesz rajta még, el lesz indítva, és még lesz majd tapítfej off studio, jóval több mindenki kiderül róla, mire is képes. Így csak egy látni ezt az asztali környezetet, és lákol a nyom a jobb pikket, nem történik semmi, megnyom a balt kikket, és mindjárt bejönnek az alkalmazások. Van egy kernel Manager! Kíváncsi vagyok, hogy milyen kernel is van rajta! 4.15-ös, ami unsupported. És tudom, hogy frissítés után kapja meg az újabb verziót. Van ilyen, ami jelzi meg, hogy hova is klikkelgetsz, használd az USE copy, szóltad a C-t, megint kiadod a szót, hogy használni. Itt van egy gyöngve a szókincsem is. Akkor jött ilyen frissítés, és akkor itt vannak az újabb Moszkva desktop. Idő alatt le fogja tölteni. Tovább nézem azt is, hogy mi van még rajta. Még első bal klikkel bejönnek az alkalmazások.
kategóriák szerint. Van rajta Isafbull, Zim Desktop Wiki, Play on Linux, de talán van originál játékod, akkor lehet emulálni a játékokat. Steam is rajta van, grafik, ez különben az appakos verziója, ő ezt garantálja a distro, ez untig elég, és akkor minden rajta van, egy trükk olyan lehet bekapcsolni a többi disztrót hozzáadni, a csomagokat. Transmission, OpenSuite Video Editor, Office-nak fönt van szokás szerint a LibreOffice, nem, nagy valami. És itt van ez a Sympathic Perspic Manager. És be kellene zárni azt, hogy ne legyen a frissítés. Az így most éppenséggel megy. Play on Linux. Ez így régebben, mi ilyen 2011-es, vagy, ja, inkább 2012-es években még próbáltam rajta, játékokat játszottam még, onnan tudom kb. Hogy milyen is, install program, és akkor van ilyen, hogy direkt, mi van, hogy milyen Wine verziókat lehet rárakni, és lehet választani, mely prefixek legyenek. Az a szép ittán, hogy több verziót is kibírsz választani. Egészen a 3.20-ig van támogatva. Legtöbb, ha jól emlékszek, az 1.6-os volt. Ja. Akkoriban, még most is az. Gallium Legends. League of Legends, ki van írva még a játékoknak a neve is. Amelyikekre van jobban leoptimizáltatva, és ott választani még játékok legyenek, itt vannak a sima verziók is. Diablo 1.6, Leech of Legendre van, Age of Empire 2-re, és ki vannak már választva, mikre jók, meg mikre nem jók. 1.6, valóban az 1.6-os. Van Direct 3D, itt valami legelső megjelent, és aztán lehet optimizálva egy pár játék, itt van. Ezek a legfontosabb, ami Scrum VM, Lightroom, DOS Support, abban jelenik meg a DOS-nak a supportja is, ha már régebbi alkalmazásokat is lehet futtatni rajta a distro. Nyit forráskódon. Most feltelepítgeti. Addig én tovább ezt a Play on Linux-ot. Itt van ez a 32 bites verzió, most jött a 64 bites. Nem ugyanazok. Jobb van a 32 bitesek vannak. Támogatva. Az jobb. Install. Megyek is, itt van ilyen játékok, amik vannak emeletileg támogatva. Jobbik esetben innen választott ki. Alien 3, van jó sok lista. Anno, Steam verzió, Aqua, Assassin's Creed, Bioshock, BMW 3, Call of Duty 2. Így benne vannak. Még? Vagyok, hogy mióta de más alkalmazásokat és de ezt jobban garantálják, hogy jó lesz rá Crysis 1, Dead Space 2, attól fél, mikor éri az alkalmazás eléggé kevésnek tűnik, nézzük mi van itten,
Submit. Code block. MSQL. Hogy vannak? Office, hanyas Office van, ami támogat. Adobe Reader, LibreOffice, Monet, Microsoft Office 2010, 2016 fönt van. 2016-os verzió. Hát annál frissen nincs fönt. Multimédia, alkalmazások. És kanyitán szinte mindegyik javarészt fizetős verzió. Nem, ingyenesek. És lehet kibővíteni a klientekkel, Winbox-a, OpenGL-ö, Fullscreen, DVDXDK. Ezt régebben tudtam. Régebben, a 2012-ben többet szórakoztam vele, az is már a múltban van. És akkor is voltak ilyen prefixek bemásolni, átírni, mert innen tudom, milyen trükkök voltak. És akkor többet töltem a programozásra, mint mostan. Annyira érdekfeszítő volt a fie oktatási rendszerük. Jobban érdekeltem ez. Szépen át lehetett írni, ilyen szkriptek voltak, most eszembe jutott. És át lettek írva. És na, itt van a... Milyen? Vannak rajta. Megjelentek az újabb kernel verzió. Már nem a 4.15.88, hanem már a 140.14-esen tart. Szességben nézve a rendszer eléggé könnyedén lehet. Elég egyszerű. Nem néz ki. Mekkora itten a... Itt lehet a Viper-t megváltoztatni. Egy van csak, de lehet hozzáadni is. Education. Van, Abut, Moszkva, Deskov, 2018-as verzió, és mutatja, hogy ki is írta meg, ki nem. S vannak. És itt van Abut verzió. 2015-esé. Azóta nincsen már felesztve. Akkor itt csak az Office 2016 van benne. Több nem is fog lenni. Felrakták a... Jól láttam a szímet. Most frissíti nem magát. Vannak ilyen kis... Ackok rajta. Milyen a vacak. Szerint. Végén nem tudom azt, hogy is lehet bekapcsolni, hogy több csomagot legyen rá telepítve, a szimpatik kal. Van ilyen, hogy...
Red Positives. És akkor itt lehet hozzáadni többet, Othair, Sotfair, és bennem van ez a Colinnal partner, Red Poke. Ennyi is már, mindjárt több csomagok megjelennek, de hozzá is lehet adni a sima... Jó, gondolom, akkor itt a root lesz a... APT line-okat is. Majd ura töltődik. Hát volna. A figyelmetekkel szavaztok!